Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy évvégi baki parádé videó lesz. Élvezzétek! Ez pedig Dr. Zeus-tól. Szóval ez pedig Dr. Zeus. Nem Zeus. Ettől a könyvtől egy elme... egy... na. Egyedül... na, mindjárt tudok beszélni. Csak már... bár csak én. Sziasztok! Ja, most ez a könyv, ez egy... LSD trip volt, leginkább úgy tudom megfogalmazni. Amúgy úgy szeretem, hogy mindig, amikor ezt elmondom, és így felhozom a kezem, mint hogyha le akarnék valaki durrantani. És egy nagyon... azt hiszem, pukizott a tenyerem. A tenyered mi? De próbáltam mindenféle... de kúsol! Ifjúsági disztópia. És miért pozoltam be így? Szóval azon kívül, hogy van ez az Oasis és minden Oasis, ezt jól megmondtam. Ez az Oasis... osztály, vagyis egy debutáló szerző, jó vagyok. Hablaty és takonypóc, ezt a szót még mindig nem tudom kimondani. Rivalizálása, ugye? Apa! Ne mozogj! Elhelyezkedtél? Hullapóz! Érdekes tényeket? Nem. Mert érdemes akkor nyomdához fordulni, hogyha már van egy kéziratod. Szóval... de a legjobb férfi... meg van kicsit gyűrödve ez a könyv. A legjobb férfi főszereplőt. Ez egy 7 rész... 7 rész? Most meg nem mondom hány részet. 6. Igen. Vagy 7. Az utolsó előtti bosszorunk pedig... nem pedig. Ki. Jó van. Bőven. Ups. A harmadik könyv pedig... Chris... nem. Chris Evans-tól. Ez a bosszú állók hatása. Nyáron sőt olyan. Szóval megszületik Főnix. És rohadt sötét van. Puszi, szeretlek. Nem mondtad vissza. Strandolásról az... fordítva már magyarra. Ez sajnos még nincsen. De a hülyeségeket beszélek. Már ez is le van fordítva magyarra. Fú, csak ugyanez a címe, úgyhogy... egészség! Igazából... léve a tekintettel, na szóval ezt a kérdést még egyszer felolvasom meg. Te is benne vagy. Hi! A vajáknak egy most nemrég tavaly 2 éve. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban... Jó, na gyere ide. Ja. Jók vagyunk. Hogy tűnök okosabbnak így? Ja, de amúgy is okos vagy. Tudod, ez az it's a truth. Értelek. Mi csak 5 perce veszünk, valahogy el kell húzni. Tudod, hogy csak így cringe-elünk a kamerát. Ezt nem rakottad bele. Az egész videó. Nem rakottad bele. Ezt is meg ki. Ugye, figyelj, akkor már a play-et így átsok photoshopolom az egészben, nem? Igen. Amit szeretjük egymást. Vagy nem. Ez na. Csak egy nagy baki videó. Lesz 2 videó a hétre. Izé, a tag, vagy mi a tököm a neve, meg baki parádé. Kihívás. Első mondatos kihívás. Itt van egy vonal a homlokomban. Szerintem csak, hogy beárnyékolja a fejed a...
Se gálamban és se homlokom. Na. Várj. Köszönöm. Ja, most is ferdén tartom, yeah. Tehát itt tök jó vagyok. Ferdén tartom a kamerát is. Gyert, jaj, belelógok, úristen. És elérkezett az augusztus. Augusztus már. Egy hónappal előrébb járok. Meleg van. Kis tincsem. Na jó, jó van. Oké. Oké. Összességében mi a kedvenced a BookTube-ban? Ja igen, kérdés vége, szóval. Akkor se tudják legyőzni, mert hogy egy titánról van szó. Amúgy nem emlékszem, hogy szoktam ezeket a videókat csinálni. És tök jó, mert lentről jön a fény. És látszik, hogy nem aludtam eleget. Bocs! Ne trollkodjál már bele! Ez fantasztikus, mert pont most jöttek az anyáik. Szóval hallom, ahogy szép lassan betörnek. És kell, így nagyon sötét. De amúgy nem középen vagy. Nem. Így nem látlak, nem látlak! Ja, hogy közben megy? Oké. Várjál, hogy áll jól a hajam? Ez fontos. Na jó. Pusz. Kiderül, hogy nem tudok olvasni, nem megy ez nekem ma. Bölcsek köve. Tinédzser rájön, hogy úgy ezt be kellett volna kb. Tanulnom, mert nem tudom elmondani egyben. Tinédzser... Emma, kérek tapsot a művészetőnek. Ja. Ezt most kicsit poros a könyv, Emma, nem takarítod a könyveid. Miért te igen? Igen. Ja, várj, akkor azt még lehet elmondom. Szegzésemben talán, hogy most már majd valamikor ez mi volt? A sütő, bocsánat. Populó? Igen, követi a popumat. Nem vagyok ma toppon. Mondhatom most már? Te se szeretsz engem. Mivel hugrabugos vagy, ezért én egy kedves lánynak tartalak. Ó, oh, köszönöm. NEM AZ! Mehet, vagy hát megy. Oké. Okay. CSAPO! Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, találkozunk jövőre!